Szeretettel köszöntöm körülben mindenek előtt a könyv szerzőjét, Oriskó Norbert urat, aki és párjával, Szabó Marikával jött, őt is szeretettel köszöntjük. Továbbá köszönteném dr. Tarányi József egyetemi docens urat, a Kiskun Félegyházi Petőfi Társaság elnökét, Petőfi kutatót, Lajosét. A Felvidékről érkeztünk, körülbelül 5-600 km mi távolságban ide önök közé. Mindketten először járunk itt Kolton. Külön köszönöm a polgármester úr az önkormányzat szíves meghívását. Köszönöm a kastély, ennek a csodálatos felújított kastélynak, hogy otthont ad ennek a rendezvénynek, és hát végül, de természetesen a legfontosabbaknak, akiknek nélkül ennek nem volna semmi jelentősége értelme, önöknek, hogy megtiszteltek bennünket. Mit kell tudni Oriskó Norbertről, mint olyan informatikusról, aki irodalomról készít? Nem áll-e távol egyik a másik pártól? Van egy olyan hírportál, hogy az a cím, hogy Felvidék van, ezt 15 évvel ezelőtt én hoztam létre, mint informatikus. És Pogány Erzsébet azóta sajnos eltávolodott Kodanyinktől, de az ő kezdeményezésére, ő volt az ötlet, egyik a megvalósítás, és szerkesztői mi voltunk, ma 15 éve is ott vagyok a hírportálnál. A könyvnek ugye a címe Természet vadvirága. Én azt hiszem, hogy nem lenne hiába való ezt az önképet megfogalmazó verset meghallgatni, hogy a természet vadvirága Petőfinek tulajdonképpen az árszpoétikája. Nem beltében én tanítom, mondta a költészetet. Iskolai szabályoknak lelkem sosem engedett. Támaszkodjék szabályokra, és szabadban félvem én. A korláttalan természet vadvirága vagyok én. Hogyha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nem közömbös számunkra, hogy egy könyvnek hogy néz ki a borítója. Az igényes külső, ez mindenképpen vonzerő lehet, ha megláttuk egy könyvesboltot. Nézzük csak meg közelebbről. Ugye egy vadvirágos rét, tökéletesen illik a címhez, már-már impressionista festményekre emlékeztető színkavalkád, az igazi vadvirágos rétnek a képe. Fölötte pedig kiemelkedik, mint egy a múltból felszínre jön, és mindannyiunk szívében ott él a költő. A harmadik fiam Boris Kobályt alkotásra borított. Csak úgy elvesz. Na igen, ez fontos adalék. Amennyire igényes a borító elkészítése, legalább annyira igényes a tartalmi vonatkozások sora is. 10 fejezetből áll a könyv, és minden fejezet valamilyen tematika köré építi fel a mondani való. Folyamatosan látszik az informatikus jelenléte, mert az az alapos gondolkodásmód, az a logikus levezetése azoknak az eszméknek, illetve gondolatoknak, amelyeket köt a versekhez, az egyértelművé teszi a gondolkodó típusnak a jelenlétét. Az egyik fejezet kitér az emberi teljességre, amelyet Petőfi képvisel. Mit is lehetünk boldogtalanok? Boldogok. Érezhetünk jól magunkat, vidámnak, szomorúnak. De a mindenkori embernek a... Ha kezünkbe veszünk a Petőfi Sándor összes költeményeit, akkor találunk közötte olyan verseket, amelyekből erőt meríthetünk, és mert én merem valami, hogy akár úgy is használhatjuk, mint a Bibliát. Természetesen nem a Szentírás helye, hanem mellett. És nagyon sokszor vita zajlik arról, hogy mi is történt Petőfivel utolsó napjaiban, vagy egyáltalán vajon a segesvári halál az elfogadható, vagy a barbuzi változat. Nagyon érdekesen a tudatos ember gondolkodás módját követve nem foglal állást egyik vagy másik variáns mellett. Egyszerűen finoman úgy fogalmaz, hogy Petőfi nyomtalan lehetünk, valóban, senki nem látta meghalni, de felmerül ugye a barbuzini
változatnak is a lehetőséget, és azt mondja, hogy ezt hízzuk azokra a szakemberekre, akik hivatottak eldönteni. Attól függetlenül, hogy mi történt Pető Sándorra 1849. július 31-én, a Segesvári csata, örökre a Segesvári csata, ő sem marad. De ehhez a kérdéshez sohasem szabad érzelmi alapon közelíteni. Az, hogy most mi történt, a történelem, az irodalmi történelem sem nem kívánság műsor. Úgy gondolom, hogy a tudomány képviselőnek az igazságot kell keresni, és ha megtalálja, akkor azt a közkincséggel tenni.